legrégebbi építmény, ami nekem most is megvan, az a 2 metró ott fenn a hátam mögött. Őt már nem tervezem szétszedni többet, és onnantól kezdve építettem sorba a többi járművet. Az első nagyobb, amire úgy büszke is voltam, amikor kész volt, tehát nem éreztem azt így, hogy ide még kéne valami, az 2012, akkor voltam 13-14 éves, az egy csuklós ikarusz busz volt, aminek nyithatóak voltak rendesen a két szárnyú ajtaja, úgy, mint az igazinál. Az ugyanez a méret volt majdnem. Az is majdnem 1 méteres busz volt. Kis Tarcsán lakom. Minden nap bejárok, ezért Budapestnek tartom magam. Nekem valamiért a járművek és maga ez a közlekedés és város kapcsolata az, ami így elkezdett érdekelni még egészen kis koromban. Mondjuk ez az ablak osztást, ami tartja. Ez az egy kis elem. Ő egy fénykardnak a nyele. Az elemeknek az eredeti funkciója az lényegtelen. Nekem csak az fontos, hogy használom fel. Mi az az elem, amivel a legjobban tudom visszaadni a részleteket. Ez máshol is megnyilvánul, nagyon sok helyen. Szinte minden járművelben van legalább egy ilyen példa. A kapvillamoson például az ajtónyitó mechanikának a két kis kar, ami nyitja az ajtókat, azok droid kezek. Jelenleg 2 kisebb síngeometriára épülő maketten, vagy hát igazából ők már modellek, rajtuk dolgozom, mert tervezek beléjük tenni elektromos hajtást, hogy ilyen LEGO terepasztalokon tudjon közlekedtetni őket. Az egyik ilyen projekt az egy 3 kocsis hév. Érdekesség, hogy ez a villamos, ez a kap villamos, ami az a valaha volt legnagyobb projektem az összes közül. Ő volt az utolsó, akinél én még nem használtam tervezőprogramot. Magyarul konkrétan, mint ahogy az ember el tudja képzelni, leülök az asztalhoz, és egy kockás papíron elkezdtem szépen rajzolgatni, melyik elemet hogy kéne forgatni, hogy tulajdonképpen felülnézetből kezdtem el megépíteni a villamost. Emiatt nagyon messze sokszorosa az összes belefektetett munka, mint a többi járművemnél, és így jött össze, hogy itt a tervezése az több mint 80 órát vett igénybe. 180 munkaórán van benne, több mint 37-szer rendeltem elemet kisebb adagokban, ez a szokás már a többinél megváltozott, és hát 300.000 forintnál többbe került. Nyilván sokkal meghatározóbb voltak azok a típusok, amikkel már a fiatalabb koromban is találkoztam. Ezek az Icarus 200-as Icarus sorozat, vagy az Icarus 400-as busz sorozata, a kiskörúti, ezek a ganz villamosok, ő lenne az, akit hát most szeretnék megtervezni, de hát ahhoz nagyon sok pénz fog kelleni, úgyhogy egyelőre tervben már rég kész van, és hát az tulajdonképpen egy célom még, hogyha lediplomázok és elhelyezkedek, akkor utána már egyszer valamikor meg tudjam építeni azt a nagy ganzvillamost is, amiben hát majdnem lenne 10.000 elem, úgyhogy igen, csak drága lenne. Néha egy-egy másik hévvonallal, néha elmetrózok valahova. Egy csomószor van az, hogy csak úgy mászkálok össze-vissza a városba. Én magukat a járműveket szeretem. Szeretem azt az élményt, amit az utazás ad. Én mindig is szerettem volna így hozzáadni a városhoz valamit. És mondjuk vagy egy járművel, vagy egy épülettel hozzátenni a városhoz. És ez az, ami segített az irányválasztásban.